Zenetanári hangversenyt rendeztek Nyírbátorban a Városháza dísztermében nemrégiben. Hosszú szünet után újra élvezhette a nyírbátori közönség a helyi zeneiskola oktatóinak színvonalas hangversenyét. A tanárok hegedűn, csellón, zongorán, klarinéton, vadászkürtön játszottak, valamint Kozma Krisztina, szolfés tanár énekhangjával kápráztatta el a nagy érdeműt. A nagy sikerű teltházas koncerten a helyi tanárok úgymond erősítést is kaptak, ugyanis Nyíregyházáról és Debrecenből is érkeztek előadók a rendezvényre. A tanárok jelesre vizsgáztak a bátori publikum előtt, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy a jövőben is lesz folytatása a zenetanári hangversenynek.